A tulajdonos dolgozik ebben a pécsi bioboltban. Azt mondja, már egyáltalán nem talál alkalmazottat, és legfeljebb a családtagjait állíthatja a pultba maga helyett. Ha valaki kiesik, akkor pedig egyszer lehetetlen pótolni. Tehát a családtagokra hárul a nagyobb munka. Alkalmazottak dolgoznak ebben a győri kisboltban. Reggel 6:30 nyitnak és 7:30 zárnak. Azt mondják, mostanra a teljesítőképességük határára értek. A fiatal, illetve a szakképzett munkaerő az jelentősen visszaesett, nagy az elvándorlás. Szombaton a Tesco dolgozói 2 számjegyű béremelést követelve tüntettek az egyik budapesti hipermarket parkolójában. Bemutatót is tartottak, eszerint többen kidőlnek munka közben, mert nem bírják, hogy sokszor 2 ember helyett kell dolgozniuk. A kereskedelmi dolgozók független szakszervezete sürgős állami beavatkozást kérte a miniszterelnökséget vezető minisztertől. Szerintük tömött sorok alakulhatnak ki az áruházakban, ha nem lesz elég pénztáros. És üres polcokat is láthatnak majd a vevők, annyira kevés az árufeltöltő. Hogy fogom megkapni a fizetésemet, hogyha üres polc mellett fognak sétálni a vásárlók, mert nincs normálisan feltöltve, és azt mondja, hogy olyan vásárlói élmény van, hogy nem jön ide többet vásárolni. Ez mindenkinek közös érdeke, hogy ez megváltozzon, a munkáltatónak is, hogy legyen forgalom. Konkrét intézkedésre egyelőre nem tett javaslatot a szakszervezet a kormánynak. A tulajdonosokat képviselő kereskedelmi szövetség elismeri, hogy a boltosok túlterheltek. Azt ígérik, megakadályozzák az ellátási zavarokat a legnagyobb erőfeszítések árán is. Szerintük a munkaadók terheit kellene már idén tovább csökkentenie a kormánynak. Abból lenne béremelés, és csökkenne a munkaerőhiány. A legkézenfekvőbb a járulékcsökkentés felgyorsítása, amit helyesen ugyan elkezdtek már 2017-ben, de a számok azt bizonyítják, hogy ennél sokkal többre van szükség, hiszen hiába emelkedett a minimálbér jelentős mértékben, a munkaerőhiány nem enyhült, hanem súlyosbodott. A Kereskedelmi Szövetség úgy számol, jelenleg 15-20 000 dolgozó hiányzik a boltokból. Vagyis az álláshelyek már több mint 5%-a betöltetlen a kereskedelemben, ahol még soha nem volt ekkora a munkaerőhiány. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt közölte, fontos eredménynek tartják, hogy ma már sokkal inkább a munkaerőhiányt kell kezelni, mint a tömeges munkanélküliséget. Ugyanakkor azt írták, a kormány nem kíván a cégek és a szakszervezetek vitájába beleszólni.